Sziasztok! Ézsaiás 42.3. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán hirdeti. Istennek egyszerűen van egy valódi, könyörületes és szeretetteljes viszonyulása, ahogy amit valahogy bukásaink meg a szenvedéseink közepette, ott tapasztaljuk meg leginkább, hogy milyen szeretetteljesen tud hozzánk viszonyulni. A megrepett szó a héberben kicsivel többet jelez ki, mint amit a folytatásokban szoktunk használni. Egy olyan mély zúzódás jelöl, amely életfontosságú szerveket tud érinteni. Nem egyszerűen egy zúzódás van az, hogy elestem, és akkor a térdemet beütöttem, hanem a héber azt mondja, hogy halálos ütés, olyan zúzódás, ami életfontosságú szerveket érint el. Ha így értjük, akkor gyakorlatilag azt mondja a Biblia, hogy a megrepett nátszál, a megrepedés gyakorlatilag egy ember életében lehet, hogy kívülről nem látszik akkorának, lehet, hogy rajta nem látszik a testén, de az igaz, azt mondja, hogy a szellemi életében, lehet, hogy a fizikás, a lelki életében történt egy halálos ütés, amiben ő megrepett az ő életében. A nád esetében is mi történik? Nem repett el, nem szakadt szét, nem lett két darabba, nincs látvány, csak alapvetően meghajolt, megtörött, és már nem tud olyan élet áradni benne. A szolga király, Jézus viszont olyasmire képes, amit más alaki nem. Mi leginkább kidobjuk ezeket a helyzeteket, vagy ezeket az embereket, vagy azt mondjuk, hogy ez már reménytelen, de a király más csinál. Azt mondja, hogy meggyógyítja a megtört szívüket, és bekötözi a sebeiket. Jézus meggyógyítja az ilyen embereket, az ilyen tesókat, és hogyha te ilyen vagy, aki éppen meg vagy repedve, és az életedben, bár lehet, hogy kívülről nem látják a többiek, hogy te belül egy halálos sebet szereztél, Isten azt mondja ma is, hogy én meg tudlak téged gyógyítani. Hogyan csinálja Isten ezt a gyógyítást? Az 1 Királyok 19.4-ben van egy nagyon érdekes történet. Illés, aki egy hatalmas karizmatikus emberként, egy igazi karizmatikus gyülekezetben járó emberként nagy csodát tudott csinálni, van egy összeütközés egy szellemi erősséggel, úgyhogy elmenekül. Itt kapcsolódunk be a történetben. Egy ütés kapott. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Leülve egy rekedtye bokor alá, így könyörgött Istenhez, hadd halljon meg. Ezt mondta, elég, Uram, vedd el a lelkemet, mert nem vagyok jobb az atyáimnál. Hányszor éreztük magunkat így az ilyen időszakokban, hogy nem bírjuk tovább csinálni. Elég volt, megyünk haza, mennyben, bármi történik, de ezt tovább nem tudjuk csinálni. Majd azt mondja az írás, hogy lefeküdt és elaludt a pokor alatt, nagyon ki lehetett merülve, és íme egy angyal megérintette, és ezt mondta, kelj fel és egyél. Amikor körülnézett Illés, a fejénél egy forró kövön sütött lángost és egy pohár vizet talált. Akkor evett és ivott, majd megint lefeküdt. Az Úr angyala eljött másodszorra is, megérintette és ezt mondta, kelj föl és egyél, mert erőd felett való utad van. Illés élete éppen egy nagy törésben van. Illés élete éppen egy hatalmas konfliktusban, egy megbukott helyzetként szerepel. Karrierje oda, önbecsülése oda, jövőképe romokban. Lelkileg, szellemileg, fizikálisan teljesen ki van merülve, meg akar halni, elkeseredett, megrepett, hívő ember. Isten ezt jól látja. És elküldi hozzá az ő angyalát, aki és elindul a megrepett nádnak a bekötözési folyamata. Mond valamit olyat az angyal ennek a szolgálónak, ennek a hívő embernek, hogy mit tettél Illés, mit keresel te itt, állj föl, gyere, dicsérd az Urat, adak hozzá, gyere Gyülibe, végezd a szolgálatodat, miért fekszel itt? Nem ezt látod. Azt látod, hogy vacsorát készít. Gyengéden hozzáér Illéshez, fölkelti, rámutat, hogy ott van a vacsora, egyél és így áll. Aztán megint hagyja Illést aludni. Akkor eljön egy kis idő, és Isten megint fölkelti, megint ad neki enni, inni adni, és hagyja őt regenerálódni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert Isten sem érvekkel közeledik ilyenkor hozzánk. Gyengéden közelít Isten, nem pedig magyarázatokkal. Nem azt várja, hogy te magyarázkodj, és azt sem akarja, hogy ő belebonyolítottak ilyen teológiai vitákba. Azt mondja itt az írás, amiből kiderül, hogy Isten pontosan tudja jól, hogy milyen az, amikor te egy kimerült és elcsigázott emberi lény vagy, és pontosan jól tudja Isten, hogy ilyenkor nem biztos, hogy nagy szellemi igazságokra van szükséged, lehet, hogy egy pihenésre van szükséged, lehet, hogy egy fizikális pihenésre, egy lelki megfrissülésre van szükséged, és Isten ezt megadja nekünk. Isten tudja, hogy te egy komplex emberi teremtés vagy, nem csak szellemből állunk, hanem lélekből és testből. Először vacsorára hív bennünket, amit ő szolgál föl. Ha elcsigázott vagy, itt a megoldás.
Ha megrepett nád száll életedbe vagy most éppen benne, akkor itt a megoldás. Pihenj meg, és kezdj el vacsorálni Jézussal. Ne akar semmit megoldani, ne akar semmit megmagyarázni, ne akar semmit megérteni. A feladatod most az, hogy aludj, pihenj, vacsorázzál, legyél csak úgy együtt Istennel, mindenfajta elvárás nélkül. Azért, mert Isten nem mondott le rólad. És ha eljön az időszak, amikor kipihented magadat, akkor Isten megint fog szólni neked, mert nemhogy nem mondott le rólad, hanem azt mondja, hogy figyelj, most a legjobb rész, most futni kell, mert egy nagyon nagy szolgálat áll előtted. Úgyhogy bátorodjatok, legyetek áldottak!